akkor is figyelmet szeretnék kérni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek ma a Konyhádra. És nem csak a Konyhádiak vannak itt, hanem nagyon sok településről, környékről és még messzerről is. Morányi polgármester úr is, és nagyon először is köszöntöm Müller György urat, a mai esténk előadóját. Müller György úr, ahol látnak, a protestáns németek beteleküléséről fog beszélni nekünk. És el szeretném mondani, hogy egy hónapja dr. Perc Kornél úr beszélt a családfogtatásról, és főleg a katolikus családfákról. Ő az Országos Német Családfogtató Egyesület elnöke, és nagyon örülök annak, hogy ő is eljött hozzánk. És mindenkit nagyon nagy tiszteltel köszöntöm, és szeretném átadni a szót akkor Müller György úrnak. Köszönöm szépen. Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit, és külön öröm, hogy szakmabéliek közül is nem kevesen vannak itt. Én egy olyan előadással készültem, ami reménység szerint érdekes lesz, és hát fogadják szeretettel. Ich begrüße Sie recht herzlich, alle Anwesenden an meinem Vortrag mit dem Titel Ansiedlung der protestantischen Deutschen, Beiträge zur protestantischen Familienforschung bezüglich Südungarn. Tehát nem szeretném az egész országot kisajátítani. Én itt most ezen előadás keretein belül a dél-magyarországi protestánsokkal foglalkozni. Szeretném a lapozást kérni. Miről is lesz szó röviden? Tehát ez egy tartalomjegyzék. A protestáns németség betelepülésének időbeli lefolyása, telepesek származási helyei Németországban, letelepülésük helyei Magyarországon, kutatások forrásai, a kutatás lépései a Heberling család történetén keresztül, királyi felmenők dél-magyarországi protestáns családok ősei között, egy telepes család felmenőinek szerepe a reformáció korában. Ez lenne a rövid tartalomjegyzék. A protestáns németség betelepülésének időbeli lefolyásáról a következőt szeretném mondani. Három nagyobb hullámot tudunk megkülönböztetni, ami nem természetesen azt jelenti, hogy csak ezekben az időközökben érkeztek németek. Azt lehet mondani, hogy ezekben az idősávokban jött a nagyobb mennyisége a német telepeseknek. Az első 1719 és 26 közötti időszakot jelenti, túlnyomó részt hesseniek, kevéssé Rajna-vidék és rendkívül szorványosan Baden és Württemberg tartományokból jönnek ebben az időszakban Magyarországra. A második nagy hullám 1740 és 55 között tart. Nem véletlen az 1740-es kezdés, ugyanis 1739-ben a országos pestis járvány ideje alatt rengeteg 1720-as években ide került német telepes meghal. Itt még mindig Hessenből érkeznek a legtöbben, de sokkal többen érkeznek már a Rajna-vidékről, Badenből és Württembergből. Ugye 40 és 55 közötti telepítés az már Mária Terézia alá esik, uralkodása alá, az elsőben pedig az édesapja volt még a trónon. A harmadik nagy hullám 1770 és 88 között van, legtöbben Badenből érkeznek, jóval kevesebben Hessenből, leginkább az északi részről, és Württemberg és a Rajna-vidék gyakorlatilag nem érintett. Következőt kérdezik. Telepesek származási helyei Németországban, letelepülési helyeik Magyarországon. A németországi származási helyeket a mellékelt térképeken mutatnám. Tehát itt látjuk Hessent, Rheinland-Pfalz, Odenwald, Württemberg, Nordbaden, Südbaden, amik itt a piros pöttyöcskéket jelentik, azok a beazonosítható származási helyeik a telepeseknek. Látjuk, hogy Hessenből rengeteget sikerült, Hessennek a déli részéből, Odenwaldból is egyébként itt leginkább mucsfa volt érintett, és hát viszonylag kevesebb ez a szám azóta már nőtt.
Württembergből és bádeni részekből, illetve Rheinland-Pfalz és Saarland vidékéről következő. Itt az észak-hesseni részt látjuk, a nagyobb települések, ugye Fulda, ami ismerős lehet, illetve Marburg, és látjuk, hogy ebben a régióban ilyen sok településről érkeztek telepesek be, azonosítható módon. Következő. Ez megint csak az észak-hesseni rész Bad Nauheim és környékéről, pedig szintén ilyen sok településről, legészakibb rész itt Schottan. Következő. A Rajna vidék tulajdonképpen, itt látjuk Koblencet, Frankfurtot, tehát ez a rész a Rajna vidék, és itt megint csak jó néhány település direkt említés nélkül, mert nagyon sok időt elvenne. Következő. Ez a déli része Hessennek, leginkább az Odenwaldi rész. Ugye már említettem, hogy a legtöbb Odenwaldi mucsfán települt le. Következő. Ez Észak-Baden és Württembergi rész. Itt látjuk a nagyobb településeket, Karlsruhe-t és Heilbronn, Stuttgartot, és hát itt a két település között összpontosul az anyatelepülések döntő többsége. Következő. A magyarországi települések, én most csak a 18. század betelepüléseit vettem alapul. Tolna megyében evangélikus településeket itt láthatjuk, mögötte zárójelben a betelepülés évét. Csak azért olvasom most föl, mert nem biztos, hogy jól látszik. Varsád 1719, Györkőny szintén, Kismányok Majos 1720, Mucsi 21, ott csak nagyon rövid ideig voltak evangélikusok, Cikó 1722 szintúgy, tehát már a 30-as években az evangélikusok zöme tovább költözik. Izmény 1722, Gyönk szintén, így Gyönköt kétszer írtam, bocsánat, sajtóhiba, Kalazó 1722, Hidegkút szintén, amit ma Kesző Hidegkútnak hívnak, ez ugye már Közép-Tolna, Mucsfa 1724, Kistormás Paks úgy szintén, Bonyhád 1724, Felsőnána 32, Bátalpáti 1734, Bikács 35, Száraz 35, Kécs 40, Murga 1740, Udvari 50 körülös, Alsónána 1765, Reformátusok Nagyszékely 1720, Mórágy 1724. Gyakorlatilag a 20-as évek településeit tekinthetjük elsődleges településeknek, tehát ahonnan direkt Németországból érkeznek a telepesek. A 30-as években betelepülő falvainknál már áttelepültekről is van szó, tehát akik eredetileg a 20-as években érkeztek ezekbe a falvakba, de később átköltöztek ide, illetve részben szintén Németországból érkezőkből. A következőt kérem szépen. Baranya megyében evangélikus Tófű 1724, Márok 1724. Márok ugye a horvát határon van, ott is csak 5-6 évig vannak evangélikusok, utána tovább költöznek. Hidas 1724, Mekényes 35, Ráckozár, mai egyházas Kozár 1755. És aztán az észak-baranyai települések, Csikos, Tötös, Kaposszekcső, Ág, Tékes, Taros, Gerényes 1778, Magyarból 1800 körül. Na most ugye látjuk, a 24-esek megint elsődleges telepítések, a 35-55 az már másodlagos, tehát részben Németország, részben a korábban betelepült falvakból. És Csikostöt, tehát ez az ötös itt, ami 1778-ban települ be a katolikus magyarok mellé, az már kizárólag, csak és kizárólag a környező településekről érkező németség, tehát itt direkt Németországból már nem találunk a telepeseket. Református vonalon Hidast kell megemlíteni, valamivel később, ugye 21 néhány évvel később, mint az evangélikusok. Somogy megyében Köcse és Döröcske, mindkettő gyakorlatilag már másodlagos település, tehát Somogy megyében szinte nem érkezik senki Németországból, hanem a Tolna megyei falvakból települnek át, költöznek át oda. Következőt kérem szépen.
Egész Dióhéjban ennyit szerettem volna a betelepüléssel foglalkozni, mert inkább több időt hagynék a továbbiakra. A kutatások forrásai. A legfontosabbak a felekezeti anyakönyvek. Evangélikus, református, katolikus, ezek azok, amik érintettek a protestáns lakosainknak a kutatása kapcsán. Az adóösszeírások szintén egy fontos, országos és megyei összeírásokkal találkozhatunk. Ezekről tudni kell, hogy legtöbbször nem közlik azt, hogy valaki honnan jött mondjuk Németországon belül, csak esetleg azt, hogy ex-Germánia. Uradalmi összeírások, tehát amit nem egyházmegyeiek, hanem egyes uradalmaknak az összeírásai, illetve hát vannak egyéb források, például házassági szerződések, jogiratok, és itt még lehetne sorolni elég hosszan az egyéb forrásokat tovább. Az anyakönyvi forrásokról majd később lesz szó, most egy 1720-as összeírásból hoztam példát, kismányokról, láthatjuk a Nova Possessio kismányok, azaz új telepítés kismányok, ugye 1720, és akkor itt láthatjuk a neveket, Csúlauf, az magyarul Csúlaufot jelentene, a Hertwig, az Hartwigot jelent, az Apli, az Appelt jelent, a Pót az ugyanaz, Lón, azt ma H-N-nel írják, a Kadl, az Karlt jelent, tehát ugye ahogy hallotta, a Blazer az Blazer, tehát az tulajdonképpen csak B vagy P az ugyanaz a németben. Ahogy hallotta, az összeíró biztos úgy írta ezeket össze. Következőt kérném. Ez szintén 1720-ból való, és megint csak egy új telepítés, Varsád, és itt kicsit ilyen sárgás színnel kiemeltem a német neveket, Wilhelm Stahlknecht, Balthasar Stieber, ők mind Fulda környékéről, Johannes Euler szintén Fulda környéke, a Benedikt Schettl, vagy Schädel, a mai németre átfordítva, ő egy kicsit lejjebbről érkezett Kreinfeld környékéről, és hát ez pedig egy Johannes Gréb szeretne lenni, de Kretnek írták. Tehát ezért érdekes az, hogy az ember tudja azt, hogy milyen név mögött valójában milyen név áll, és nem csak az, hogy hangzott mondjuk egy magyar vagy egy német összeírónak, hanem az anyakönyvek alapján azért ezt meg tudjuk állapítani tovább. Itt Majosról hozok egy 1722-23-as megyei összeírást. Láthatjuk a nevek mellett, hogy nem azt írják oda, hogy mikor érkezett, hanem hogy hány éve tartózkodik Magyarországon. Tehát itt látjuk 2 év, 1 év, 1/2 év, úgyhogy van, aki 1720-ban jött, van, aki 1721-ben, 22-ben, ugye maga az összeírás 22-23-ból van. Hát itt most a nevekben nem mennék bele, talán itt ez az Augustinus Deckmann érdekes lehet, ő az egyik aláírója volt a telepítési szerződésnek a földesúrra. Ő már 1720-ban itt volt Bleichenbachból. De legkülönbözőbb helyekről érkeztek telepesek, még ők is, csak őket elfelejtettem beszínezni. Itt a legalsó az Johann Peter Rung, ő például Izménybe kerül később. Kaspar Deckmann rokona volt ennek az Augustinus Deckmannnak. Itt is látjuk tehát, hogy ezzel a rokoni szálak jelentős, nagyon fontosak voltak a betelepülésnél, általában nem egy család jött egy-egy faluból tovább. Ez pedig az 1724-es Mórágyi összeírás, egy megyei, szintén Tolna megyei. Látjuk, hogy Neu populata prédio Mórágy. Judex, tehát bíró Jakob Löckner, Benediktus Hirsch, Müller, Wilhelm Munzinger, Adam Klöckner és Adam Klöckner major, tehát 2 is volt, és itt mehetnénk tovább a nevekkel. A legvégén azt írják, hogy ők mindnyájan, Daniel Rodepiller például érdekes, vagy Rottenbiller, ahogy pestiesen mondják, ő direktbe Svájcból érkezett Mórágyra. A többiek azok leginkább a Rajna vidék egyébként. És itt azt írja a végén, hogy anno 1724, Menze Julio,
ex alio regnus et principatu advene, tehát különböző királyságokból és hercegségekből érkeztek 1724. júliusában. És akkor itt egy nevet említ még a végén, egy Nikolaus Cirkelt, aki 1725-ben érkezett ex regio Germania, tehát Németországból. Láthatjuk, ez egy tipikus összeírás egyébként, hogy nem közölnek az összeírások arról adatokat, hogy Németország melyik vidékéről érkeztek, még szinte a hercegségről sem, csak azt, hogy különböző területekről. Inkább találhatunk az összeírásokban olyat, hogy Magyarország másik falujából települt valaki át, és akkor említik azt ezekben az összeírásokban is, hogy mit tudom én, Gyönkről került át Mekényesre. Például következő. Ez már egy kicsit átmenet szeretne lenni a következő témához, ez Bátalpáti, és pedig az 1735-ös Merszi-féle uradalmi összeírás. Itt vannak a nevek, hát nem biztos, hogy jól látszik, viszont ami lényeges, mit írtak össze? Oxen, ökrök, hány ökre van? Stier, hány bika van? Ferd, és ugye, hogy a szőlős kertje mennyi volt, tehát mennyit kellett dolgozni, valami olyasféle jelent ez a Tagweingarten. És itt látjuk az összegzésben, hogy 4 darab ökör van, 8 darab ló mellett, és bika nincs egy darab se. Tehát, ha szaporítani akartak, akkor át kellett menjenek egy másik faluba. Ez 1735, miért érdekes ez vajon? Miért van ilyen sok ökör és kevés ló? Vagy hát lóból több van már, de ökörből is még jelentős mennyiség. Ugye olyan földterületre érkeztek, ami ugar volt, azt a ló nem bírta, csak az ökrök. Hát ezért még 35-ben is volt, voltak ökrök szép számmal egyébként, nem csak itt Apátiban. Ez a Merszi-féle uradalom 22 települést tartalmaz, mindegyikre gyönyörű szép névlista van. Némelyiknél látjuk még a foglalkozást is, illetve hát legfelül szerepelnek mindig a bírók. Következő. Nagyjából ez lett volna az első téma a származási területekről, és most egy kicsit konkrétabb mesdjére szeretnék evezni, amennyiben a Heberling családról szeretném, vagy családon keresztül szeretném azt bemutatni, hogy milyen érdekességekkel találkozik az ember a kutatásai során. A Heberling családról korábban is sok mindent lehetett már tudni, csak épp a származási helyüket nem meg, hogy kitelepült be, és hát ez egészen a közeljövőig így volt velem is. Itt most, amit mutatnék, ez a Kismányoki anyakönyvből egy 1747-es születési bejegyzés, és itt alul, valószínű hátulról nem látszik, de itt említenek egy bizonyos Friedrich Heberlinget, mint Junggesellt. Ez volt az első említés a Kismányoki anyakönyvben, a Heberlingekről a következő. Tehát itt még nőtlenként szerepel. A következő bejegyzés 1748, itt látszik, egy Karl Löffler és egy Éva nevű édesanyja kereszteltet egy Johann Péter nevű fiút, és itt megint csak Friedrich Heberling Junggesellként szerepel, tehát egy évvel később megint csak Junggesell. Következő, szintén a Kismányoki anyakönyv. Egy évvel később ugrunk, és itt már Apátiban, tehát minden bejegyzés Apátiról szólt az eddigiek is, Friedrich Heberling, mint édesapa szerepel, egy Katarina Margaréta nevű feleséggel, és ami érdekes, hogy keresztszülőként szerepel itt egy Sophia Heberlinin, Jungfrau, és egy Jakob Heberling, mit seiner Frau, Maria Magdalena. Hát ebből már sejthetjük, hogy valami rokoni kapcsolatok lehettek a Friedrich, a Jakob és a Sophia között, mert hogy Jakobnál mindkettő egyszerre keresztszülő. Következő. Itt 1750-ben járunk, szintén a Kismányoki anyakönyv, és Apáti bejegyzés, itt szintén édesapaként látjuk Jakob Heberlinget, tehát a testvérét, Maria Magdalena nevű feleségével, amit ugye korábban is láttunk, hogy említésre kerül, és itt hogy nem Friedrich Heberling az egyik keresztszülő. Tehát az előtanulmányokból azt levonhatjuk, hogy
Három testvérről tudunk gyakorlatilag, akik szinte biztos, hogy testvérek voltak, Jakob, Friedrich és Sofia. Ugyanis egymásnál keresztülők voltak. Sofia később egy Jakob Rossinggal házasodik, és ott is a két Heberling fiú keresztülő. Ráadásul van egy olyan bejegyzésünk is, ahol a Friedrich és a Jakob közösen keresztülők, mégpedig úgy, hogy Gebrüder. Tehát egyértelműen le van írva, hogy testvérek voltak. Következőt kérnénk. Ez egy kis összefoglalás szeretne lenni. A Friedrich Heberlingről, tehát tudjuk, hogy összesen 9 gyermeke volt a Katarina Margaritával, akik mind a kismányok, illetve a környező anyakönyvekben megtalálhatók. Következőt kérném. Jakob Heberlingnek az első feleségétől volt összesen 8 gyermeke, itt látható a szám. A második feleségétől a következőképpen pedig 4. Ezeket összeadjuk, a két fiúnak összesen 21 gyereke volt. Ezek közül nem érte meg mindegyik nyilván az felnőtt kort, de azért érzékelhetjük, hogy egy erős alapot adott ez a két fiú arra, hogy a Heberling név évszázadokon keresztül fölmaradjon. Következőt kérem szépen. És itt jön tulajdonképpen az áttörés, amire most nemrég, azért is hoztam ezt a Heberling témát ide, mert ez egy viszonylag friss dolog. Ez a Bonyhádi anyakönyv, katolikus anyakönyv, 1731-es bejegyzése, kicsit közelebb megyek, hogy én is el tudjam olvasni. Die Eadem, vagyis ugyanaznap, tehát augusztus 1-én 1731-ben, Babt, vagyis Baptizatus, tehát kereszteltetett gyermek Sofia névre. Pátre, Benedicto Heberle, tehát Benedictus Heberle, Benedict Heberle, et Margareta Uxorius, tehát Margit nevű felesége, Margareta nevű felesége. Itt a keresztülőket tünteti fel, Andreas Homer et Sofia Uxorius, tehát Homer András is felesége. És ami fontos, itt látunk egy olyan szót, hogy Luther, azaz Lutheranus. Tehát a katolikus anyakönyvben itt egy lutheránus bejegyzéssel állunk szemben. És még egy fontos, Cikóián, tehát cikóiak voltak. Magyarul 1731-ben Cikóban éltek. Hát úgy tűnik, hogy a három testvér közül a Sofia, mintha meg lenne. Mert ugye 1752-ben esküszik, 31-ben született, tehát 21 éves volt. Úgyhogy ezen felbuzdulva a következőt kérem szépen. A következőt tettem próba szerencse alapon. Nem tudom, hogy a mormonok tevékenységét ki mennyire ismeri. Ők ugye az az egyház, akik különös előszeretettel foglalkoznak a felmenőikkel, azokat újra keresztelik, és akkor így kerülnek tulajdonképpen hitük szerint a felmenőik a mennyekbe, a saját vallásukra való megkeresztelkedés által. Minden esetre rengeteg nevet már ők földolgoztak, vagy anyakönyvet. Több milliós adatbázisuk van. Hát beírtam, próba szerencse, hogy mit ad ki. Itt mondjuk pont nem látszik, beírtam, hogy Heberle nevet keresek 1700 és 1730 között. Ugye láttuk az anyakönyvekben is, hogy hol Heberlének írták, hol Heberlingnek, hol Heberlinnek, illetve nem valószínű, hogy látták messziről, ezre elnézést kérek. És az édesanyjának beírtam, hogy Margaréta, az édesapjának pedig Benedikt. És csodák csodájára következő találatokat adta ki, hogy 1716-ban egy Jakobina Heberle született Benedikt Heberle és Margaréta gyermekeként, 1724 novemberében egy Jakob Heberle, hogy nem, Benedikt és Margaréta gyerekeként, illetve 1718-ban is született egy Jakob. Ez Johann Jakob volt, ő pedig Jakob volt szintén. Benedikt Friedrich Heberle és Margaréta gyerekeként. Hát hurrá, mondhatnánk, mert valószínű, hogy megtaláltuk az igaziakat. De azért itt nem, és ugye itt látjuk, ha látjuk, igen, hogy Menzingen, tehát a bádeni Menzingenben találtatott ez a bejegyzés. Következőt kérem szépen. Hát ugye ilyenkor az ember nem nyugszik, és megnézi a menzingeni anyakönyveket, hogy akkor mi van ténylegesen. 1716, Anna Jakobina, Benedikt Friedrich Heberle és Margaréta gyermekeként, keresztszülőkkel. Hát ugye itt nem Benediktnek hívják, hanem Benedikt Friedrichnek. Következő. Sokszor fordult elő egyébként, hogy a két névből az egyiket aztán később lehagyták.
1718-nál járunk, és itt megint a sárgával háttérszínezett Benedikt Friedrich Heberle und Margareta Jakob nevű gyereke, keresztszülőkkel következő. 1721-nél járunk, és itt már Benz Friedrich Heberle szerepel, Margareta nevű feleségével, Anna Katharina nevű gyermekkel. Mindjárt kicsit magyarázatot találunk arra, hogy mi ez a Benz következő. 1722, egy évvel később feltehetően az első Anna Katharina meghalt, mert itt is született egy Katharina, és itt már nem Benz Friedrich, hanem csak simán Benz Heberle és Anna Margareta a szülők. Következő. Mi ez a Benz? Erről egy kis összefoglalás. A 16-17. Században a német nyelvterületen ugye voltak az eredeti vagy Hochdeutsch keresztnevek, amiknek hát a különböző variációikat találjuk meg az anyakönyvekben. Így az angel, hölgyekkel kezdve Angelika, Engel, Anna, Anni a svájci területeken, Barbara, Barbli, Svájcban szintén, Németországban nem nagyon kerültek ezek anyakönyvi szinten becézésre. Elizabeta, Elsbeth, Els, tehát ez egy ilyen rövidített alak. Julianna, Géla, Katharina, Krein, Kati, Svájcban. Kunigunda, Künget, Kunget, Güta, Güda. Ezekkel minden lehet találkozni. Magdalena, Helena, Madeleine, Madle, utóbbi kettő Svájcban volt divatos. Maria, Merga. Magam se tudom, hogy ez miért, de a 16.-17. században Mariákat nagyon sok felé Mergának írtak. Margareta, Margaret, hát ez még mondjuk hasonlít is. Veronika, Svájcban volt elterjedt egyébként a név, svájci német nyelvterületen. Verena, Fróni. Aztán a fiúk közül Anton, Dönges, Dinges, Tönges, Bartolomeus, Bartel, Bartol, Benedikt, Benz. Vagy svájci területen Bendist, tehát kihagy, CH-val írva is kihagyták az el. Christoph Stoffel, Georg Jürg Jörg, Heinrich Henn, Henne, Heini Svájcban, Jakob Joggi Svájcban. Németországban nem becézték, tehát az vagy Jakob volt, vagy Jakob. Johannes Hans, Johannes, Jóesznek írva, rövidítve. Konrad Kurt Kunz. Lorenz, Lenz, Lenz, tehát itt a Benz, Kunz, Lenz, ezek ugye teljesen hasonló rövidítések. Vagy a Ludwignak a Lutz, Matthias, Matthes, Thijs, Nikolaus, Klaas, Niklas, vagy Svájcban Niggi. Vagy a Philipsnek Lips, Sebastiannak Bast, Ulrichnak Uli, Svájcban. Láthatjuk tehát, hogy a Benz az egy rövidített alakja Benediktnek, ami hát azokon a főleg bádeni területeken volt népszerű a név, illetve Svájcban. Következő. Ez 1724, tehát minden bizonnyal a két fivér közül az egyik Johann Jakobnak a keresztelője, és itt Benedikt Heberlének írják, Margarétával, tehát halálpontosan ugyanaz a forma, mint a bonyhádi katolikus anyakönyvben. Talán messziről nem látszik, itt van mögötte egy keresztjel, ez kérdőjeleket vethet fel, hogyha a kereszt általában azt jelentette, hogy meghalt. Kérdőjeleket vethet fel, hogy hogy lehet akkor, hogy kivándorol. Hát ez egy anyakönyvi hiba, ugyanis 1721-ben ő eleve meg se halhatott, mert ugye még nem élt, hanem a bátyja, a másik Johann Jakob az halt meg, és a pap véletlenül ide tette, csak azt nézte, hogy egy Johann Jakob meghalt Benedikten Heberle gyerekeként, de nem ő volt, hanem a bátyja. Tehát ez egy... És itt nagyon fontos, hogy... Tehát ugye most végigértünk az összes gyerekkel, megvannak mindegyik szám szerint. Következő lépés az lenne, hogy megkeressük, hogy vajon mikor házasodtak össze a szülők, a Benedikt és a Margareta. Hát az első hírem az negatív volt, mert hogy Menzingenben nem találtam ilyen házasságkötést. Viszont mi az, ami segített? Az utolsó gyereknél, ugye, akit megtalálunk Apátiban, kik a keresztszülők? Hans-Peter Ringmann, Bürger zu Oberövisheim. Ez az egyetlen olyan keresztszülői bejegyzés, ami kivezetett Menzingenből. Hát akkor próbáljunk szerencsét, nézzük meg Oberövisheimban, hogy mi a helyzet ott a következő.
És tényleg, ugye 1716-os volt az első gyermek, 1715. június 30-án Oberösvájn evangélikus anyakönyvében Vordekopul írt Benedikt Friedrich Heberlin, Zélig gewesenen Bürger zu Menzingen hinterlassener ehelicher Sohn, tehát nem írja az apját, csak hogy már néhai volt, Menzingenből, és Jungfrau Margareta Johann Valentin Motz, Bürgerszal hír ehelicher Tochter, tehát Motz Bálintnak a leánya volt a felesége, 15-ben kötöttek házasságot Oberösvájnban. Következő. Hát akkor most megvan, hogy tulajdonképpen a Benedikt Heberle az ugye menzingeni volt, és a felesége pedig Oberösvájni. Most akkor tovább mentünk, vagy mentem, és megnéztem, hogy vajon mikor született az apa, a bevándorló. 1693-ban találkozunk egy Benedikt Friedrichjel, az apja Benedikt Heberlin, az édesanyja Margareta. Tehát ugyanúgy hívták egyik nevén legalábbis a fiút is, 1693-as születés, ugye 22 éves volt, amikor házasságot kötött, következő. Tehát megvan a bevándorló fiúnak a születése. Ezek után a következő feladat az lehet, hogy vajon a szülők mikor kötöttek házasságot ahhoz képest, hogy a fiúk született? Hát kicsit korábban, 1682-ben, tehát 11 évvel korábban. Itt azt olvashatjuk 82-ben, ugye itt kiemeltem augusztus 1-én, hogy Kopul írt Worden, Benedikt Heberle, Klaus Heberlins, Bürgerszal hír ehelicher Sohn und Margareta Georg Hessen, all dieser Zeit all hier, ehelicher Tochter, tehát pillanatnyilag itt tartózkodó Margareta Georg Hess lányát vette feleségül, Benedikt Heberle. Tehát ez az, tulajdonképpen a kivándorló szüleinek a házasságkötése. Következő. Ami fontos információ volt, hogy tudjuk, hogy ki volt a kivándorló nagyapja, hiszen említették a házasságkötéskor, hogy Nikolaus Heberlin volt, vagy Heberle volt. Ugye itt egyértelműen Heberlint vagy Heberlét írnak, Heberling nem fordul elő Németországba. 1689-ben járunk a halotti anyakönyvben, és itt Julius 8-án, azaz július 8-án meghal Nikolaus Heberlin, Bürger Alhír, sonst, különben, von Ichersdorf im Schweizerland Berner Gebietsgebürtig. Aktatis, tehát életkora 63 jár, wurde begraben am 9-en, tehát 8-án meghalt, 9-én eltemették, annak idején ugye nem nagyon volt nagy különbség a temetés és a halál között. Na most mi ebben az érdekes, ami egyébként ritkán fordul elő, és azért is tipikus tulajdonképpen ennek a családnak ilyen szempontból a története, hogy egy halotti bejegyzésben információt kapunk arról, hogy honnan származott az illető. Tehát egy németországi anyakönyvben, Menzingenben leírják egyértelműen, hogy Ichersdorf, ezt I-nek olvastam először, im Schweizerland Berner Gebiet. Na most a Berner Gebiet, vagy általában, hogyha a Zürcher Gebiet, vagy Berner Gebiet, vagy Basler Gebietet írnak a német anyakönyvek, az gyakorlatilag azonos a mai kantonokkal. Tehát akkor most az a kérdés, hogy valójában találunk-e valami olyan településnevet, ami úgy nagyjából legalább hasonlít ehhez, mert ugye itt is azt kell feltételezzük, hogy nem értette feltétlenül tökéletesen az, aki a lelkész, aki beírta, hogy mondjuk a hátramaradt özvegy mit mondott éppen be a származási helyről. Következő. Ez 1707-es, szintén halotti anyakönyv. Itt a felesége, Magdalena Nikolaus Heberlin Bürgerszal hír hinterlassen Witti Magdalena verstorben Alters 75 jár. És itt van egy érdekes szó, reformiert. Hát ugye tudjuk, hogy Svájcból nem nagyon jöttek evangélikusok Németországba, hiszen a Calvin reformáció ott a református hitet terjeszti el, tehát evangélikusokról nincs szó. Viszont érdekes módon ugye Benedikt Heberlint a cikkói katolikus anyag, vagy a bonyhádi katolikus anyag, hogy már luteránusnak írja. De itt egyértelműen nyomot kapunk arról, hogy Menzingen is evangélikus volt, de
Ez az asszonyságnál itt beírták, hogy ő református volt, nyilván a férje is következő. Hát itt ebből se látszik sok Pestemre, de itt van Karlsruhe, itt van Heilbronn, és Menzingen itt van, ez a sárgába, tehát nagyjából félúton a két nagy város között, és itt van Oberösterreich, tehát csak hogy el tudjuk helyezni egy körülbelül, hol fekszik ez a Menzingen, ahol ami a Héberlék németországi fészke volt. Ez, ugye ilyenkor mit csinál az ember? Hát próbálja azonosítani, hogy most akkor ez az Ichendorf, ez vajon mit szeretne jelenteni. Hát miután tudjuk, hogy Berner Gebiet, mert leírták, ezért segítségül hívtam a Berner kantonnak a település jegyzékét, és itt ugye miket látunk? Ipsach, Isenwald, Itlingen, Jáberg, Jegensdorf, Jens, és ezek az Interlaken, meg Inns, Innerkirchen, Inkar, Inn, tehát itt vannak az íbetűsök. Ezekből melyik az, ami legjobban hasonlít a Jegensdorfra? Így van, a Jegensdorf tével írva. Hát ez már egy fontos információ, mert akkor talán jó helyen járunk, hogyha Jegensdorfba kezdünk el kutakodni. A Héberlék után következő. Itt van Bern, ugye, mint a kanton fővárosa, és itt van ez a Jegensdorf nevű valami, vagy település, és itt van egy másik is, az majd a felesége szempontjából lesz érdekes, már olyan pici, hogy én sem látom. Hopstetten vagy Habstetten, ami Bernhez egy kicsit közelebb van, Jegensdorftól délre, tehát inkább itt van valahol. Következő. Tehát ez Berntől északra van. Na most megnéztem a Jegensdorfi református anyakönyveket. Svájcban olyan szerencsénk van, hogy általában a 16. század végétől indulnak az anyakönyvek. Ott úgy hívják őket, hogy Taufrodel, Eherodel, nem Kirchenbuch, hanem Rodelnek. A halottak azok jóval később, általában csak a halotti bejegyzések csak a 18. században indulnak legtöbbször. De a születés esketés az 1560-60-70-80-tól megvan. Na most, hát ahogy vártam, Jegensdorfban egy csomó Héberle, vagy Héberli, ahogy itt írták, bejegyzéssel találkoztam. Hát jobb hián, akkor azt mondtam, hogy 1622-től fölírom az összes héberli keresztelőt, hogy egyáltalán kik, milyen nevű gyerekeket kereszteltek. Ugye, ha Nikolausznál visszaemlékszünk, 1689-ben halt meg 63 évesen, tehát akkor 1627 körül kellett szülessen, ha pontos volt az életkora, a halálozásakor. Hát itt kiemeltem, kettő darab Nikolaus találtam, 1626-ban egyet se, 1627-ben viszont mindjárt kettőt, az egyik ugye 1627. július, egy József Héberli és egy Katri, az a Katarinának ugye az ottani becézett alakja, Kóbi néven, ez pedig a település, mert ugye több település tartozott hozzá, Jegensdorf, tehát Jegensdorfi volt, úgyhogy ez a része stimmel. De nem sokkal utána, 5 hónappal később született egy másik Nikolaus is, egy Michael Heberli és egy Madle, vagy Magdaléna. Hát itt Lőnernek írták, de később kiderült, hogy Lóv, vagy Lőv. Szintén Jegensdorfból. De látjuk, hogy itt nem csak Jegensdorf van, hanem Marsdorf, stb. Tehát az összes filia is föltüntetett. Azok eleve nem rúgnának labdába, de a teljesség kedvéért föltüntettem itt minden 1622 és 42. Hát most az a kérdés, hogy ki volt akkor a két Nikolaus közül a mi Nikolausunk következő. A következő szerencsénk van, hogy Menzingenben nem csak ez a Nikolaus Héberle fordult elő, hogy hirtelen 1660-tól, hanem több másik Héberle is. Az első említéseknél a keresztneveket színeztem alá. Látjuk, hogy 1660-ban egy Jakob Héberle kereszteltet egy francot,
ugyanebben az évben egy Hans Heberlen, egy Annával, egy Hans Michael, a Nikolaus Heberling, tehát tulajdonképpen a Benediknek a testvérét keresztelteti, Jonas Dorst néven 1663-ban, majd pedig egy Benz Heberling, tehát Benedikt, megint csak, egy Anna Elizabeth, tehát 1664-ben. Látjuk tehát, hogy, és utána ezek a nevek ismétlődnek később, 1675 és az utolsó Heberlen keresztelő, ami ennek a generációnak a gyermekeit jelenti. Halottak között találunk 1677-ben egy Jakob Heberlint, és 1685-ben megint csak református reformmal kezdődik a bejegyzés, tehát református volt Benedikt Heberle, Bürgelár hír, Seines Alters bei 50 Jahre, 1685 és 50 év körül volt. Hát ez most azt feltételezhetjük, talán joggal, hogy ez a négy Heberle fiú, ezek feltehetően testvérek lehettek, vagy valami közeli hozzátartozók. Ez segít nekünk abban, hogy meghatározzuk a továbbiakat. Következő. Még akkor egyel vissza. Még egyel vissza. Bocsánat. Igen. Tehát itt, hogyha megnézzük, hogy a József Heberlinek és a Michael Heberlinek milyen gyerekei születtek, akkor kiderül, hogy majdnem ugyanazok a gyerekek megszülettek mind a két apától. Nem tudjuk persze, hogy melyik halt meg ezek közül, azt mondtam már, jóval később kezdődik a halotti anyakönyv. Tehát a Józsefnek születik egy Nikolausza, akkor hogyha itt meg ez egy Elzbet, ez egy Anna, Krisztina, Hans, tehát itt van egy Hansunk 1630-ban, van egy Margrét 32-ben, egy Jakob 1632-ben, és a Nikolausunk is megvan. Tehát a három Menzingenben előforduló névből a Józsefnek, négy Menzingenben előforduló névből a Józsefnek, három ugyanolyan nevű gyereke születik, akiről viszont nem tudjuk, hogy meghaltak-e gyerekkorban. Nézzük a Michaelt, ugye akinek később, kicsit később születik a Nikolaus nevű fia. A Michaelnek itt van egy Michael, az nem érdekes, van egy Hans 1624-ben, tehát itt már van egyszer egy Hansunk, aki ugye megjelenhet esetleg Menzingenben is. Van egy Jakobunk 31-ben, egy évvel korábban, mint a Józsefnek. És ami érdekes, 1634. január 12-én van egy Benediktünk, szintén Michael Heberlétől. Ha visszaemlékszünk, ugye 1685-ben halt meg, 50 éves korában. Hát ezt visszaszámoljuk, pont 1634. Tehát úgy tűnik, hogy eldőlt a kérdés, hogy a József és a Michael közül melyik lehet a Svájcból, Németországba kivándorló Nikolausnak az édesapja. Hát miután a Benedikt csak a Michaelnél szerepel, a másik három az ugye mind a két családfőnél szerepel gyerekként, ezért úgy tűnik, hogy a Michael lesz az, a mi emberünk, mert hogy nála mind a négy Menzingenben előforduló ember szerepel, ráadásul a Benedikt még életkorra is pont akkor hal meg, hogy 1634-es a visszaszámolva a születési éve, és ugye Benedikt néven, ha itt végignézzük a teljes listát, ő az egyetlen Benedikt egyébként, aki Heberli néven született. Következő. Ez volt már, igen, akkor következő. Hát itt most 1627-ben járunk, ez a Jegenstorffi anyakönyv, és itt van a, ugye Jegenstorff írják itt először a település, parentes, ez a szülők, Michael Heberli, Madle Löw, és akkor Tess Infants, gyermek, Nikolaus, Tess, ezek a kereszt szülők, és itt ugye érdekes módon azt írja a svájci anyakönyv, hogy aktum, tehát hogy mikor történt az írománynak a felvétele, az pedig december 29-én. Tehát ez 1627 következő. 1649 Jegenstorffi anyakönyv, házassági anyakönyvi kivonat. Itt azt olvashatjuk, hogy den 5. März Hand, azaz Haben. Ugye a svicce gyűjtst, aki ismeri, ott Hen meg Hand van a Haben helyett. Mit Einand, ez egy rövidített alak, E-A, Kirchenrecht getan.
Tehát nem azt mondja, hogy megházasodtak, hanem Kirchenrecht, tehát egyházi jogot tettek magyarul. Nikolaus Heberli von Jegenstorf und Madle Rohrer von Hopstetten. Madle Magdalena. Ugye, ha még visszaemlékszünk, 1707-ben meghalt egy Magdalena, Nikolaus Heberli özvegye Menzingenben. Tehát ez a házasság kötésük, ez még mindig Svájcban van, Jegenstorfban következő. 1630, ez a Hopstetten, Bolingenhez tartozott Hopstetten, az ottani anyakönyvnek a születési bejegyzése, Magdalena Rohrer születése 1631, tehát 1630-ban született, ő a feleség, a kívántoló Nikolausnak a felesége. Következő. 1616, ez Nikolaus szüleinek a házasságkötése, Michael Heberli és Magdalena Löw. Következő. Szintén természetesen Jegenstorf. Ez pedig megint csak a Bolingeni anyakönyv. Ez még Jegenstorf megint. És a Michael születési bejegyzése, Burkhard Heberli, ein Kind taufen, heißt Michael, Zügen, vagyis Zeugen, tehát tanúk, keresztszülők magyarul, hogyha a mai napra, vagy mai nyelvre fordítanánk. Itt leírják a keresztszülőket, és itt pedig a dátum szerepel 8-7 pris, azaz szeptember 8-a, és a 96, az pedig 1596-ot jelöl. Tehát ez a Nikolausnak a nagyapja tulajdonképpen. Következő. Itt 1618-ban járunk is a Bolingeni anyakönyvben, itt a Magdalénának a szülei, Benedikt Rohrer és Elsbeth Dick kötnek házasságot 1618-ban. Ez a, tehát a házassági bejegyzési következő. Hát ugye most összefoglalva akkor mit tudunk? A Johann Jakob Heberlin felesége, a második felesége Anna Margaréta Lückebühl, édesapja Benedikt, édesanyja Anna Margaréta Motz, ezek a nagyszülők, a Motz ágon csak ezt a részt tudjuk. Bédszülők, ugye, és itt vannak az ükszülők. Még itt látszik a nyilakon, hogy még tovább is mehet, de azon most mutattam a bejegyzéseket. Következő. Ilyenkor fölmerül a kérdés, találunk egy embert Menzingenből, vajon nem jött-e még valaki onnan ki? Bonyhádi katolikus anyakönyv 1731, Infanz Johannes Kasparus, tehát úgy hívják a gyermeket, Pátre Georgio Burkhardo, vagyis Burkhard Máj, et Anna Margaréta Uxoreius, és itt megint a keresztszülők, és Cikóiak szintén, 1731. Tehát találunk itt Magyarországon Cikón egy Burkhard Májt Anna Margaréta nevű feleséggel. Következő. Menzingen szintén, ugye már azt feltételezzük, hogy esetleg valaki más is jöhetett még onnan. 1719-ben járunk a házassági anyakönyvben. Ward kopuliert Johann Burkhard Máj, ein Stricker, Weiland Michael Mayen gewesenen Bürgers in Pforzheim hinterlassener ehelicher Sohn, mit Anna Margaréta Weiland Georg Gmeiners selig gewesenen Anwalten al hier hinterliebene ledige Tochter. Hát megvan. Tehát nem csak a Heberle jött ki, hanem ez a Burkhard Máj is egy időben, 1724 volt ugye az utolsó dátum, amit ott találtunk. Az még persze hozzátartozik, nagyon fontos, hogy meg kell nézni, valóban nem születtek-e később gyerekek, azok nem kötöttek-e házasságot a gyerekeik, mert ha ott házasságot kötöttek, akkor biztos, hogy nem vándoroltak ki, vagy maguk a szülők nem haltak-e meg ott. Hát ezeknek utána néztem, egyik sem volt az eset, tehát nem haltak meg a szülők, a gyerekek se kötöttek házasságot, úgyhogy biztos, hogy elvándoroltak, és hát itt landoltak Cikón. Következő. A Burkhard Májjal együtt. Ez a kismányaki anyakönyv 1739, házasságkötések, itt látjuk, hogy egy Dietrich Schäfer házasságot köt Wittfrau Anna Margaréta Máj, tehát a Burkhard Májnak az özvegyével.
Ez egy újabb említés, ugye magyar anyakönyvekben a Burkhardt Mai családjáról következő. Nagyjából ennyi lett volna a Héberle történet, és most rátérnék arra, ami talán a legizgalmasabb lehet, a királyi felmenőkre, hogy hogy vannak a magyar, egyszerű magyar földműves családoknak királyi felmenői. A Kismányoki anyakönyv első oldalainak egyikén találunk egy olyan bejegyzést, ami egyébként nem volt olyan túl gyakori, de azért előfordult, 1728. Hat der Meister Becker ein Sohn taufen lassen, der Vater war Johannes, der Vater war der Schuldiener, nem írt a nevét, der Schuldiener és Kind Johannes. Na most mi ez, hogy der Meister Becker? Most őt Beckernek hívják? Nem Beckernek hívják, hanem az volt a foglalkozása. Meister Becker, mert hogyha ugye a Meistert azt általában foglalkozást tűzők elé írták, hogy valamilyen mesteremben volt. Az a Schuldiner pedig akkoriban tényleg egy Johannes nevű ember volt, és 1728-ban tehát egy Meister Becker ott keresztelt egy gyereket következő. Nem tudjuk, hogy ki ez a Meister Becker, de majd kiderül reménység szerint. 1734 Kismányok, házasságkötés. Johann Wilhelm Rück, mit Anna Dorothea by the lady. Bräutigams Eltern, ugye itt nagyon szépen leírja a Kismányoki anyakönyv, részletesen dolgokat. Lorenz Rick von Ismi und seine Hausfrau Christina Elisabeth. És ide tesz egy keresztet, hogy ő, az édesanyja tudnilik már meghalt 1734. Braut Eltern, Johann Adam Scriba, Schuldiener in Ismi, mit seiner Hausfrau Maria Salome. Johann Amtskriba, bocsánat, ha nem azt mondtam. Hát ugye érezzük ezt, hogy a Scriba név az nem kifejezetten németesen hangzik. Meg azt is, hogy az Arndt vagy Arnold magyarul, az sem egy gyakori név kifejezetten, a Maria Salome meg különösen nem következő. Tehát 1734-es házasságkötés. 1742 Varsági anyakönyv Kalaznóra vonatkozó része. 1742 den 30. Hújusz, azaz januárban, wurde kopulír der Erzáme und bescheidene Junggesell Johann Adam Scriba, des Erzámen Johann Arndt Scriba, wohlverordneten Schuldieners Alhír, azaz Kalaznó, le is írja Alhír in Kalaznó, Eheleiblicher Zeugter Sohn, mit der Tugendsamen Anna Dorothea, des Erzámen und bescheidenen Johann Georg Müller, des Richters Alhír in Kalazna, Eheleibliche Tochter. Látjuk tehát, ahogy nem akárkivel házasodott, hanem a bírónak a lányával, ugye az iskola tanítónak a fia. Tehát itt a Dorothea és ez az Adam testvérek volt a következő. 1715-ben járunk, és Németországban a Leustadt anyakönyvben parentesz az a szülők Johann Arndt Scriba, Anna Salome, ugye ugyanazok, akik a Kismányok anyakönyvben szerepelnek, Infantes Anna Dorothea, keresztszülők. Következő. Tehát 1715, azaz 19 évesen kötött házasságot. 1718-ban járunk, itt van fölírva az évszám, itt is, apa és anya, Johann Arndt Scriba, Becker, und Wirt, Becker und Wirt, und Maria Salome, ezek a szülők, gyermek Johann Adam. Tehát a 42-ben házasodott Johann Adam itt született Leustadtban, 1718-ban, és azt is tudjuk, hogy a Johann Arndt Scriba Becker volt. Hát itt jön össze a két dolog, 1724-ben feltétlenül több másik fálcival együtt érkezik meg Majosra. Az iskola tanító, akit egyébként Johannes Rüdigernek hívtak, feltehetően ő fogadja be őket, és feltehetően ő az, aki kiajánlja a Scribát Izményi tanítói állásba, mert 29-ben már Izménybe találjuk, mint tanítót. Következő. ...1710-ben járunk, megint csak a Leustadti anyakönyvben, itt a házasságkötésük van, mármint a Scribának és a Salomének, den 11. márciusi
Nach dreimaliger Proklamation, azaz háromszori kihirdettetés után, von mir, tehát általam a lelkész által, Pastorem Karlstadiensis, tehát karlstadti lelkész által, Kirchgang, nachgehaltenen Kirchgang populiert worden. Meister, tehát itt megint nem írja, hogy milyen Meister, de ott van a Meister szó. Johann Arndt Scriba, des Erzsámen Zakaria Scriba gewesenen Schulmeister zu Neustadt, ehelicher Sohn mit Jungfrau Maria Salome, des ehrwürdigen und wohlverordneten Konrad Textor, megint egy érdekes név, gewesenen evangelischen Pfarrers in Worms, eheliche Tochter. Azaz, az édesapja is iskola tanító volt, azért írták azt, hogy gewesenen, mert ekkor már nyugállományban volt, élt még, egyébként az Zakaria Scriba, de már nyugállományban volt. A mennyasszony pedig a wormsi evangélikus lelkésznek a lánya volt, erről, ami szintén egy érdekes névvel, amit később kitérünk. A wormsi lelkészről, erről a Konrad Textorról annyit érdemes tudni, hogy amikor a franciák körbevették Worms 1690-es évek elején, Worms egy nagyváros volt, hát talán tudjuk, hogy nem a korabeli viszonyokhoz képest. Ő volt az egyetlen papa, aki nem hagyta el a hajót, és ott maradt a híveivel. Meg is halt egyébként pont a francia megszállás alatt. Következő. 1685 Korbach. Itt látjuk a Johann Arndtnak a születését, Zakaria Scriba és Katalina a szülők, Johann Arndt a gyermek, keresztszülők, tehát ő 25 éves volt 1710-ben, amikor házasságot kötött. Következő. Ez a Scriba család, érzékeljük ugye, hogy nem németesen hangzó név. Azok az emberek, akik egyetemekre jártak, tehát a korabeli viszonyokhoz képest igen magas végzettségük volt, azok szerették latinosítani a nevüket. Hát a Scriba is eredetileg Schreiber volt, és miután itt egy lelkész dinasztiáról beszélünk, ami egészen egyébként a 20. századig fönt maradt, tehát valami 12-13 luteránus lelkész dinaszti vagy lelkész generáció volt. Hát miután már a Heinrich Scriba elvégezte, különböző egyetemekre jár, vagy Schreiber, ezért aztán ő Scriba névre latinosított. Ez egy olyan kiterjedt és tudós család volt ez a Scriba család, hogy könyv is készült róla. 1750-ben az egyik Scriba lánynak a vője csinálta az első ilyen familiengesítét, és aztán amiből látunk itt egy kivonatot, ez egy 1824-ben megjelent könyv, és itt írják a Zakaria Scribáról, hogy 1648-ban keresztelték, a felesége Katarina Kröze volt, akit 62-ben kereszteltek, és itt látszik az első gyermek, amit mutattam is anyakönyvben, 1685-ben született Johann Arndt néven. És ami érdekes, egy 1750-es információ, er ließ sich in Ungarn nieder, olvassuk a német könyvben, und ist kinderlos gestorben. Hát ez az, ami nem igaz. Ugye láthattuk, hogy nem gyerektelenül halt meg, hanem igenis volt neki sok gyereke. Na most, hogy miért tudtak viszonylag kevés információt erről az Zakariasról? Itt látunk egy csillagot, és a csillagnál a következőt olvashatjuk Zakariasról. Von ihm heißt es in einem alten Familienstammbaume, homo dissolutus nihil boni, nihil nomen scriba sortius est. Uxor Katarina Kröze in puer peria discessit. Azaz, ugye tudós családról beszélünk, magyarra fordítva, a nevén kívül semmit nem örökölt. Tehát tehetségtelen volt kvázi, és egyébként itt lehet is olvasni, war Honigkuchen Becker, tehát mézeskalás hitőmester volt, és feltehetően a bátyán élt nagyon sokáig, aki szuperintendens volt, tehát esperes volt, ott egy nagy területnek az evangélikus vezetője, de miután a bátya meghalt, feltehetően a rokonság intézetnek egy tanítói állást, és így került Lajstadba. És még azt is írja, hogy a felesége meg nagy szegénységbe halt meg, ezt jelenti ez a másik mondat. Itt ugyan egy másik családtörténetben szintén latinul írnak róla, de ugyanez a lényege. Következő.
Itt látjuk 1648-ban Mengeringhausenben az Zacharias Scribának a születését. Keresztapa Johannes Viétor volt, aki szintén lelkész volt. Következő. 1638-ban az Zacharias szüleinek a házasságkötése, szintén Mengeringhausenben. Dietmarus Scriba, Dietmar, und Anna Margareta Waldeck. Hát nem bővelkedünk az információba, két név, aztán ennyi. 1638 következő. És itt jövünk most, ez még kevésbé látszik, de azért igyekszem majd elmondani. A Detlef Svenikének, az Európai Főnemesség származás táblai című könyvéhez. Itt láthatjuk ezt az Anna Margareta Waldecket, aki Wildungenben született 1622-ben, írja Svenike, 1690-ben halt meg, és 1638-6-5-én kötött házasságot Johannes Scribával, ez sajtóhiba Dietmar volt, látjuk, vagy láttuk, aki 1633-tól Mengeringhauseni lelkész, majd 61-től Korbachi, Korbach egyébként egy nagy központ volt. Na most, hogyha itt visszamegyünk, akkor az édesapjáról azt tudjuk, hogy Franz Waldeck, aki Amtmann volt, tehát különböző komoly hivatásokat töltött be, Franz Waldeck volt az édesapja, és egy Elisabeth Giebel volt az édesanyja. Tovább menve ugye Franznak Christoph volt az apja, aki például 1566-ban Marburgban iratkozott be az egyetemre, tehát ezeket lehet tudni róla, és szintén Korbachban halt meg 1587-ben. Wagensteche Rágnes volt az édesanyja. És a következő, ugye Christophnak az édesapja pedig Franz, Graf zu Waldeck, Bischof von Münster, Osnabrück, Administrator von Minden. Következő, erről majd még később lesz szó. 1609-ben járunk, házasságkötés, Korbach, Franciscus Waldecker und Elisabetha Giebel. Tehát ezek a Waldeck Margaretának a szülei, ugye aki 1622-ben született, az is még itt megvan. Látjuk, hogy semmi font nincs, simán Waldecker. Waldeck helyett Waldecker, ez is gyakori volt, hogy az ert ezt vagy ert hozzátették, vagy elhagyták. Következő. Ez már... igen, ez már nem. Itt láthatjuk a Franz von Waldecket, mindenféle egyetemi tanulmányait, 1491-ben született, és mikor hol lett püspök. Ő római katolikus püspök volt. Kérdezhetjük, hogy akkor mi köze van az evangélikussághoz egy katolikus püspöknek. Hát látjuk itt már feliratot, hogy aus der Verbindung mit, pont, pont, pont. És ez a Verbindung mit, ez egy Polman Anna nevű hölgy volt, akivel házasságszeren élt együtt, katolikus püspökként. Született 8 gyereke, mind a 8-at komoly képzésben részesítette, és miután az Anna egyébként szimpatizált is az evangélikus tanokkal, Lutherrel, ez a Franz von Waldeck, de mindvégig megmaradt katolikus püspöknek. Tehát az édes, a felesége ugye evangélikus volt, az összes gyereke evangélikus lett, és természetesen miután nem kékvérű édesanyától születtek a gyerekek, ezért ők már csak Waldeckek lettek. A Franznak az édesapja egy Filip II, mert hogy egy Filip I is volt, aki Filip II-nek a testvére volt, nagy fantázia volt már akkor is, von Eisenbergnek a fia volt. Következő. Itt látjuk ezt a Filip II von Eisenberget, meg a feleségét, Katharina Solms, az ő édesapjuk Wolrad, az ő édesapjuk Heinrich, természetesen mind von Waldeckek. Heinrichnek a felesége Margareta von Nassau. Na most ez régebben ugye úgy volt, hogy ha volt egy von Waldeck, tehát maga a Waldeck név az ugye a von Waldeck családnak a legősibb családi fészke vagy kastélyáról kapta a nevét, ami Waldeckben volt. És természetesen más földi halandók ezt a nevet már nem kapták, tehát egy egyszerű földműves onnantól már nem lehetett Waldeck, akár 1200-ban se, ez a nemeseknek a privilégiuma volt. Heinrichnak az édesapja szintén Heinrich volt, az ő édesapja egy Otto, tehát Zweite von Waldeck,
édesanyja Mechthild von Braunschweig-Lüneburg, tehát itt látjuk már, hogy azért nem kis uralkodói házak jönnek be. Heinrich, vagy Ottónak az édesapja Heinrich der Zweite von Waldeck volt, Adelheid von Kleve az édesanyja, Heinrichnak Otto volt szintén az édesapja, és Sophie von Hessen volt az édesanyja. Itt már ugye 1200 körül járunk. És hát ez az ág most annyira nem érdekes, itt még tovább vissza lehet vezetni a Waldeckeket. A Sophie von Hessen lesz érdekes, nem sokára végzok. Itt van a Sophie von Hessen. Sophie von Hessen édesapja, tehát ugye von Hessen ez már a nagy hesseni hercegség, tehát itt már a főnemesség krémében vagyunk benne. Heinrich der Erste von Hessen volt, és megint Adelheid von Braunschweig, ez természetesen egy másik, voltak a szülők következő. Itt látjuk ezt a Heinrich der Erste von Hessent, és akkor, hogyha itt gondosan tovább megyünk, itt van az édesapja. Ez érdekes módon, hogy az elnevezésekkel néha probléma volt, hogy attól függ, hogy honnan nézték, hogy melyik volt az első, meg a második. Heinrich der Zweite volt az apja, von Löwenstein und Brabant, az édesanyja pedig a második, akitől ő is származik, a Heinrich Sophie von Thüringen. Itt megint ez már kevésbé érdekes, a következő, tehát Thüringen és Zsófia. Itt találjuk Sophie von Thüringent. Édesapja Ludwig der Heilige von Thüringen, azaz türingiai Lajos őrgróf, hogyha így jobban tetszik, magyarra fordítva. Édesanyja pedig Elisabeth die Heilige von Ungarn, Árpádházi Szent Erzsébet. Ez a házaspár az egyetlen a katolikus egyházban, ahol mind a két fél szent lett. Tehát türingiai Lajos őrgróf ugye azért, mert a keresztes háborúkba kitüntette magát, sőt ott is halt meg. Árpádházi Szent Erzsébet pedig ugye szegényeket fölkarolta. Később, gondoljunk bele, 24 évesen meghalt Árpádházi Szent Erzsébet. Ebben a 24 esztendőben belefért az, hogy három gyermeke született, mind a három életben maradt. Marburgba kórházat alapít, és a szegényeket ápolja a kórházban, és 24 évesen ma meghalt. Hát a továbbiakat, azokat már talán nem is nagyon érdekes, vagy érdemes nézni, mert azt talán ismerhetjük, legalábbis ami a magyar vonalat illeti. Következő. Itt van Árpádházi Szent Erzsébet, édesapja II. András és Andex Merániai Gertrúd, ugye ismerős mindenhonnan. Édesapjuk III. Béla, következő. III. Bélának az apja II. Géza, aztán II. Béla, Álmos, első Géza, első Béla és Vazul. Következő, ugye akit megvakítanak. Itt látjuk a Vazult, akinek az édesapja Mihály, Mihály pedig Gézának, Szent István apjának a testvére volt. Ugye Szent István gyermektelen lévén ez az ág kihalt, és ezért aztán a Vazulféle ág került viszonylag átmeneti időszak után, ugye Abba Sámuel, meg Orszaunó Péter után hatalomra. Tehát láthatjuk azt, hogy egy egyszerű német evangélikus család hogy csatlakozik bele tulajdonképpen az európai királyi házakban, ez csak egy kiragadott példa volt, tehát hogyha másságon mennénk tovább, akkor a francia királyoktól az orosz uralkodókig, a spanyol uralkodókig mindenki bejön az 1100-as, 1200-as években. És ennek ugye az volt az oka, hogy a már nem nemesi születési gyerekek, tehát ezek a Waldeck gyerekek, már nem mehettek hozzá értelemszerűen nemesi leszármazottakhoz, hanem őket igyekeztek, és nem ez az egy helyzet volt, tehát nehogy azt higgyük, hogy ez egy ritkosság volt, őket igyekeztek a polgárság leggazdagabb rétegeihez hozzáadni. Tehát lelkészek, tudósok, professzorok, stb. Egy kocka van még vissza, de be is fejezhetjük, hogyha úgy gondolják. Úgy gondolják? Akkor ezt még elmondom. Ez a Stamm család vázlatos története, ami
majd a reformációval kapcsolatban lesz érdekes. A bevándorlónk az egy Johann Heinrich Stamm volt, evangélikus, 1670 körül született, a Maulbachi anyakönyv, ahol a születése meg kéne legyen, az első leégett egy 1703-as vagy 4-es tűzvész alkalmával, tehát nincs meg a születése. 1724-ben érkezett Maulbachból Kolozsvárra, erdész volt. Felesége Kirchner Erzsébet vagy Elizabeth Kirchner, őről megvannak a születési és a halálozási adatok is, Waltershausen, illetve Gyöngy. Leszármazottak Kolozsvárról és Mekényesen éltek, élnek a mai napig is, többek között én is az egyik vagyok. Feleségének a szülei Daniel Kirchner, aki Marburgban született 1633-ban, és Maulbachban, ahol a Stamm család is élt, halt meg 1706-ban, egy paplány volt a felesége, Kunigunda Thomas. Daniel részműves volt Homberg an der Ohmban. Na most Homberg an der Ohm azért volt egy nagyon fontos települése az egész hesseni hercegségnek, pont a részbányái miatt, mert tulajdonképpen itt működött egy pénzverbe is, itt verték a hesseni pénzeket. Ezért tehát nagyon fontos volt, hogy kikerül a hombergi városi bírói székbe, tehát azt általában nem a plebs döntötte el, hanem a földesúr. Daniel szülei Georg Kirchner először városi írnok volt Marburgban, majd bíró volt Hombergben, és amikor 1640 körül a franciák elfoglalják Homberget, nagyon nagy írtást rendeznek a lakosság körében is, feltehetően akkor halt meg ez a Georg Kirchner és a felesége Julianna Buch is. Tehát Daniel már árvaként nőtt föl gyakorlatilag. Julianna Buch ugye az édesanyja, aki 1604-ben Darmstadtban született. Julianna édesapja Heinrich Buch 1560 körül született Kasselben, az anyakönyv 65-be kezdődik, tehát nincs már adatunk, viszont a konfirmációja megvan, az 1573-ban volt, 1628-ban halt meg Darmstadtban, és a Darmstadt kora, a korának talán a negyedik, ötödik legnagyobb városa volt Németországnak. Tehát egy darmstadti iskola második tanítója az azért nem volt semmi állás abban az időben, arra sokan pályáztak. Konrektornak hívták ezeket. Heinrich apja Johannes Buch volt, aki 1515 körül született Gießenben, és a korban elég magas életkort megélve, 84 évesen halt meg Kasselben. Ez a Johannes Buch egyetemet végzett természetesen, és előbb hesseni Fülöp választó fejedelem gyermekeinek házi tanítója volt, tehát nagyon sokszor volt ilyen, hogy egyetemet végzettek, akár nem kerültek rögtön lelkészi állásba, hanem a fejedelmek, hercegeknek, a gyerekeinek a magántanítói voltak. És később, ugye Fülöpnek, hesseni Fülöpnek volt egy Vilmos nevű fia, ő alapított egy hatalmas könyvtárat, és ennek a könyvtárnak lett öregkorában a könyvtárosa, tulajdonképpen ő az első ismert könyvtáros Európának, tehát aki mint ilyen működött. Heinrichnek az édesanyja Elizabeth Schachten volt, Elizabeth Schachten édesapja pedig Wilhelm von... Most Elizabeth Schachtenről a következőt lehet még tudni, hogy ugye hesseni Fülöp, tehát ő volt a reformátor a Hessennek, az első volt, aki Luther mellé állt a Worms-i birodalmi gyűlésen, és támogatta a lutheranizmus, vagy hát az evangélikus hitnek az elterjedését. És ugye 1647-ben kitör a smalkaldeni háború, ami kifejezetten egy vallási háború volt a katolikus és az evangélikus rendek között. Ezt Fülöp elveszti az evangélikusokkal együtt, kénytelen fogságba vonulni, és 5 év fogság után úgy szabadul, hogy Fülöpnek a legkisebb fia, akit szintén Fülöpnek hívtak, tulajdonképpen kiváltotta őt, igaz, hogy helyileg nem ugyanott volt fogságba, de túszként tartották fogva Fülöpnek, Fülöp nevű fiát, és ez az Elizabeth Schachten volt az, aki elkísérte a fogság helyszínére Fülöp fiát. Most miért van ez a bizalmi viszony? Nem csak azért, mert ugye hesseni Fülöp gyerekeinek a tanítója volt Johannes Buch, aki később Elizabeth Schachtennek a férje lett, hanem amikor Fülöp fogságba vonult, miután még kiskorú gyerekei voltak,
valakinek irányítania kellett Hessent. Hát egy nagyon nagy birodalomról beszélünk, 50 ezer négyzetkilométer. Ezért azt egy négytagú bölcsek, úgynevezett bölcsek tanácsára bízta. Ebben két nagyon bölcs polgári személy volt, és kettő nemes. A két nemes közül az egyik volt a Wilhelm von Schachten, aki Elizabethnek az édesapja volt. És hát emiatt volt az a bizalmi viszony meg, hogy Elizabeth Schachten kísérte el aztán Fülöp nagyhercegnek a gyerekeit. És amikor 1552-ben szabadul Fülöp, 53-ban köt házasságot Elizabeth Schachten és a férje Johannes Buch, és Fülöp hálából, hogy ugye a családért többféle szolgálatot is tettek, a házasságkötést a saját, ami nagy ritkát, a pornép nem nagyon esküdött hercegi kastélyba, de ez a házasság Fülöpnek a Kasseli kastélyába volt, maga a házasságkötés utáni vendéglátás is, és Fülöp megtisztelte a házassági ceremóniát saját maga felesége és az összes gyermekével. Úgyhogy hát ilyen egyébként ugye Wilhelm von Schachten is von volt, tehát itt is vissza lehet, ez egy lovagrend volt ez a von Schachten, tehát ők inkább már a második kategóriás nemesi kötelékbe tartoznak, de itt is vissza lehet vezetni akár a főnemességig és a vérvonalat. Egyébként a Marburgi Egyetemet a mai napig Philipps Universitätnek hívják, minthogy Fülöp alapította. Következő. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogyha túl sokáig igénybe vettem a türelmüket. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése? Van esetleg itt valaki olyan, aki az említett Skriba, vagy a másik családnak leszármazott? Tud-e erről valaki? Eberlingen. Hát a Skribával kapcsolatban azt mondanám, hogy elég sokan, vagy valószínűleg az itt jelenlévők között is lehet olyan, aki érintett. Meg úgy általánosabb is azt lehet mondani, hogy kétféle embertípus van. Az egyik az, aki tudja, hogy vannak királyi vagy hercegi felmenői, a másik meg az, aki nem tudja. Most mind a kétféleképpen. Ez érdekesség, tehát semmi egyéb. De ugye két gyerekről volt szó, volt még további fiúgyermek is, meg két másik lánygyermek. Úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy az itt ülők között is van olyan, akinek a felmenői között ez a Skriba család megtalálható. Hát Heberlinget meg azok vannak többen is, úgy hallottam, leszármazottak. Hosszú volt az előadás, úgyhogy ezért nem várok kérdéseket, bocsánatot még egyszer. Két éve azért említette, hogy dolgozik ilyen könyveknek a fejlesztését tovább. Igen. Könyveket csinál. Igen. Hát ugye ez a három kötet, ez tartalmaz 6000 nevet, most már olyan 7000 egy néhány száznál járok, ezek közül elég sok új, többek között ez a Heberling is, új felfedezés van. De nem tudom, hogy ebből mikor lesz újabb könyv, és azt gyanítom, hogy nem kiegészítő kötet lesz, mert ebben a könyvben is vannak olyan családok, amikhez kiegészítések kerültek azóta. Hanem feltétlenül újból egy ilyen három, esetleg négy kötetes könyv lesz, ami ennek az átdolgozott kiadása lesz. Ez annyi, abból a szempontból rossz hír, hogy akit érdekel, azt még egyszer bele kell nyúljon a pénztárcájába, valószínűleg, mert egy kiegészítő kötethez képest nyilván magasabb ára lesz, de szerintem csak így lehet normálisan kezelni a dolgot, mert akkor minden egy egységesen megvan, vagy meg lesz egy negyedik, vagy egy második javított, átdolgozott kiadásban.
Szeretnék valamit mondani, egy kicsit ez a mai témától távolabb van, de szeretném, hogyha tudnánk, hogy Izménynek a templom torony megmentésének a projektjében is Gyuri oroszlán részt vállalt, úgyhogy szeretném, hogyha azért ezt is tudnánk róla, és köszönöm. Igazán nincs. Hát, ha még egyénileg van valakinek, aki nem siet haza, szívesen válaszolok rá, ha tudok. Igen, én még annyit szeretnék elmondani, mint ahogy már nagyon sokan tudják, hogy volt hát ebből az évben ünnepli 300 éves jubileumát, tehát az újratelepítés 300 éves jubileumát ünnepeljük, és nem csak Bonyhád, hanem Mórágy is, Mórágyra is itt vannak, polgármester úr. Ők egy kicsit hamarabb jöttek Mórágyra, és reformátusok voltak, Bonyhádra pedig katolikusok érkeztek, az első katolikusok voltak Frank részről, és erre az alkalomra nyáron szeretnék egy urmásságtert felállítani, itt nem messze, és pont az a cél, hogy hát, ha valaki tudja a felmenőit, hogy mikor érkeztek, honnan érkeztek, milyen névvel, és ha aki ezt tudja, az urmásságtert köré tehát szeretnék egy ilyen kis fémlapokat helyezni, és erre a nevek rákerülnének. Tehát, hogy valaki tudja a felmenőinek a pontos nevét, időpontját, akkor szeretettel várjuk, és akkor kaphatnak egy bizonyos összeg befizetésével egy ilyen emléket. Tehát ezzel tudok emléket állítani a felmenőknek. És én tudom, hogy itt vannak a Heberling családok, még nem találkoztam többükkel, de már annyira elment ennek az előadásnak a híre, már Amerikából érdeklődtek, hogy szeretnék fotón látni a Heberlin családot, hogyha esetleg ide kijönnének egy közös fotóra, azt megköszönném. Ha mennékek, akkor most menjetek. Aki valahogy... De Csik polgármester úr nem jött el? Mert ő is ebbe a zárba tartozik. Igen, tehát a... Heberlingekről annyit lehet még tudni, hogy ugye Bátha Apáti volt az ősi fészkük, de aztán elkerültek Alsónánára, Dél-Baranyába, Ivándárda, Magyarbói környéke, Hidas, még talán Bonyhádon is voltak átmenetileg, tehát sokfelé. És egy nagyon, nagyon elterjedt család volt, tehát kezdetektől napjainkig szerintem legalább egy 200-300 család. Ha valakinek van kérdése, akkor nyugodtan eljöhet ide, mi pedig hoztunk egy kis pogácsát, tehát ne menjenek el, hogyha már ilyen szépen összejött, legyen egy alkalom egy kis beszélgetésre.